A Most Élsz Egyesület egyik célja az autista gyerekek gyógyítási protokolljainak bevezetése. A szervezet április 21-én pedig egy táplálkozástudományi konferenciát és expót rendez Nyíregyházán. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Farkas Árpád, a Most Élsz Egyesület elnöke, illetve Dakóné Búz Erika egyesületi tag. Üdvözlöm Önöket! Első magyar táplálkozástudományi konferencia. Honnan jött az ötlet? Tehát akkor e tekintetben az autizmus, mondhatnánk azt is, mert ugye ez az egyesület fő profilja, igen. Az autizmus és a táplálkozás az összefügg. Természetesen. Az elmúlt pár évtizedben, egy-két évtizedben nemzetközi kutatások és a hazai kutatási irányvonalak is összefüggésbe hozzák a táplálkozásunkat az autisztikus tünetcsoportosítással. És hogy honnan jött az első magyar táplálkozástudományi konferencia? Tulajdonképpen az egyesületünk immáron negyedik éve, főleg így áprilisban az autizmus világnapja közeli időpontokban szervez tudományos és kulturális rendezvényeket. Igyekeztünk minden évben a szakma grémiumát összeállítani. Most ennél a napnál, ahogy a plakáton látható, nem csak az autizmus jegyébe történne, tehát szeretnénk a társadalom teljes vertikumát meghívni erre az expóra. Egyrészt érzékenyíteni az autistáknak a problémáira, másrészt azok a betegségek, főleg emésztőrendszer és egyéb kórképek, amelyekkel bírnak az autizmussal élők, más betegségekben is szerepelnek. Hogyha jól tudom, hát mivel ön érintett, igen. Most kezdtek el egy glutén és tejmentes diétán vannak, túl, tehát hogy e tekintetben nagyon-nagyon fontos az, hogy mit táplálkozunk. Pontosan, egészen pontosan fél éve tartjuk a glutén és tejfehérje, tehát kazeinmentes diétát a 2,5 éves kisfiammal, aki egyébként egyértelműen autisztikus tüneteket mutat, és fantasztikus eredményekről számolhatok be tényleg, hál' Istennek, tehát nem mondom, hogy kizárólag a diéta, hiszen emellett fejlesztő foglalkozásokon veszünk részt, DSMT tornára jár, DC-terápiára, de a táplálkozás az olyan szinten hozta meg a várt eredményt, hogy a hiperaktivitása az gyakorlatilag megszűnt, tehát ami azelőtt jellemző volt, illetve ha becsúszik nagy ritkán valami hiba, úgymond a diétába, akkor az azonnal, tehát 1-2 órán belül produkálja a tüneteket, és ugyanúgy megint pörög, és rohangál, és hiperaktív. Tehát egyértelmű, gyakorlatilag azt kell mondjam, egyértelmű az összefüggés a bevitt tápanyag, és az autizmus között, és az autista tünetek között. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy napjainkban már ilyenekről hallani, hogy megduplázódott az autisták száma Magyarországon. Hát nem megduplálózódott, hanem a 70-es években 10 000-ből egy volt autisztikus, most Magyarországon a statisztika előtt 80-ból egy születés válik autistává. Amerikában ez 36-1, és egy exponenciális növekedés van. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy a tanulásképesség vizsgáló bizottságban átlagosan napi szinten van egy-egy újabb diagnózis. És ez nélkülözhetetlenné teszi maga az oki kezelések a kiváltó okoknak a diagnosztikájával való foglalkozást. És az autisták száma, tehát akkor főként valószínűleg ezért is nő, mert hogy önök szerint, mert hogy nem táplálkozunk megfelelően. Egyébként ez még a kismamák táplálkozására is illik, vagy az sem mindegy, hogy a csecsemő az újszülött hogyan táplálkozik? Én azt gondolom, igen, hogy valóban már a kismama táplálkozása is befolyásolja ezt, illetve csecsemőként természetesen határozottan igaza van ebben. Ugyanakkor az is igaz, hogy nem csak, tehát gyakorlatilag én magamon is tapasztalok olyan tüneteket, amiket valóban